Ellepték a világhálót Anne Hathaway Oscar-díjas színésznő mesztelen képei, amit privát telefonjáról lopott el hackerek egy csoportja. Az eset nem újdonság, az utóbbi években olyan sztároktól loptak pucérfotókat, mint Jennifer Lawrence vagy Emma Watson. A tények korábbi összefoglalója után Zimány Lindával beszélgetünk az esetről. Ő Jennifer Lawrence az Éhezők viadala című filmben, ezzel lett világhírű nem is olyan régen. Ő az egyik áldozata annak az internetes hackernek vagy hacker csoportnak, amely feltörte az egyik legnagyobb mobiltelefonos internetes tárhelyet és fényképek százait lopta el. Például ezeket. Ezeken szintén Jennifer Lawrence van, de mesztelenül. Láthatóan amatőr képekről van szó, valószínűleg ő maga csinálta, és egészen biztosan nem azért, hogy nyilvánosságra kerüljenek. Rajta kívül színészek és modellek hasonló, sőt, sokszor durvább fotói kerültek fel az internetre. Olyanok is, ahol nem egyedül vannak a sztárok. A fotókat és a videókat az úgynevezett felhő feltörésével lopták el. A felhő úgy működik, hogy ha valaki fotóz a telefonjával, akkor nem csak a készüléken mentheti el a képet, hanem feltöltheti egy elvileg biztonságos internetes tárhelyre is, ahol csak ő férhet hozzá, senki más. Így nem kell mindent a telefonon tárolni. Ráadásul a felhőnek az is előnye, hogy a fényképeket utána könnyen meg lehet nézni nem csak a telefonon, hanem tableten, laptopon vagy számítógépen. Persze, ha valaki tudja a jelszót. Ezeket a jelszavakat lopták el most, így kerültek a fotók az internetre. Vendégünk Zimány Linda, akit jogászként és médiaszemélyiségként is kérdezünk az esetről, amit az előbb mondtunk. Milyen lehetőségek vannak? Annyira benne vagyok a témában. Hogy milyen lehetőségek vannak, hogy ezt megóvjuk ettől magunkat, vagy ha megtörtént az eset, akkor hogyan tudjuk ezt kezelni egyáltalán? A legjobb lehetőség, mindig azt szoktam erre mondani, hogy ami elkerülhetetlen, hiszen nyilván mindenkinek vannak azért félreérthető fotók a telefonjában, ha nem is feltétlenül mesztelen fotók, akármi lehet. Jobb ilyeneket nem a felhőben tárolni alapvető esetben. Tehát ez az egy, amivel meg tudjuk ezt igazából előzni. Nincs nagyon más módja, tehát gyakorlatilag bárkivel azt gondolom, hogy előfordulhat egy ilyen jellegű történet, akár egy kisebb hibából is, hogy például nagyon sokan vannak, van olyan telefonos ismerősöm, akik használt telefont például ugye tovább eladnak és kereskedelmi forgalomba hoznak, és például elfelejti kitörölni szimplán a felhőjelszavukat az emberek, és már bekerül, és ha mondjuk nem egy olyan kézbe kerül az a telefon adott esetben, vagy mondjuk a viszonteladó nem figyel erre oda, akár így is simán kikerülhetnek adatok, szóval ezért ennek még egyszerűbb módja is vannak sajnos, úgyhogy érdemes erre azért odafigyelni. Anne Hathaway is ez történt, ugye most ezt hallottuk, de ezeket később, ha már megtörtént a baj, akkor le lehet szedni bármilyen módon? Tehát van ennek valami jogi procedúrája, amikor mindent el tudunk tüntetni? Hát a mai világban ugye most azért internetes szakembertől ugye jobbra nem megkérdezni, én úgy gondolom, hogy ami felkerül az internetre, azt elég nehéz eltüntetni egy idő után ez a probléma. Tehát jogi procedúrát nyilván lehet indítani adott esetben, egy ismeretlen tettes ellen feljelentést tenni adott esetben a rendőrségen, ha nem tudjuk, hogy tűntek el a képeink, és aztán így elindul egy-egy folyamat, csak az a baj, hogy ezzel már ugye a baj nincs megelőzve igazából, és én úgy gondolom, hogy azért, ami az internetre ma felkerül, azt, amint említettem, elég nehéz eltüntetni a későbbiekben. Történt hasonló eset egyébként, hogy mondjuk olyan képed, ami fotózáson készült, és nem akartad volna publikálni, kikerült, vagy lefotóztak valahol, és ezt megosztották? Volt egyébként régebben, hála égnek ebből nem lett aztán médiaügy, hiszen hamar észrevettük, és még annó egy Playboy fotósorozat kapcsán történt ez. Nem volt egyébként annyira vészes a fotó, tehát később az újságban is megjelent, csak egy picit több látszott, mint amire mi szerződtünk, hogy ez megjelenhet, és körülbelül ilyen másodpercek alatt sikerült a problémát elhárítani, úgyhogy mai napig nem tudom, hogy ez most egy ilyen kicsit gerilla kampányszerű dolog volt részükről, vagy teljesen véletlenül történt, hiszen elvileg ilyen nem történhetne, hogy a fotós gépéből kikerül például egy ilyen fotósorozat által egy olyan kép, hiszen ez nem egy telefonban lévő privát kép, de aztán sikerült ezt a problémát hamar orvosolni ilyen szempontból. Az ciki lett volna a szerződés miatt egyébként, hogyha ez nyilvánosságra kerül. Linda, te meglehetősen nagy követőtáborral rendelkezel a közösségi oldalakon. A magánéletedet meg tudod védeni azáltal, hogy tudatosan építed a közösségi oldaladat, és oda aztán tényleg nem teszel olyan képeket ki, amelyekből később bármilyen szinten baj lett. És nem mesztelen képekről beszélünk, igen, bármilyen olyan képről, amit utána felhasználhatnak valamilyen szinten ellened. Vagy... Igen, erre próbálok odafigyelni. Ilyen apróságok például a külföldi sztárokból kiindulva, ugye voltak olyan, amikor papíron üzengettek különböző üzeneteket egymásnak sztárok fehér lapon, és ugye adott esetben ezeket átszerkeztek.
terjesztették, és mást írtak oda helyette. Tehát például ilyen dolgokra is érdemes odafigyelni, mert ezekből mind olyan mémek születhetnek a akaratunk ellenére, amit esetleg felhasználhatnak a későbbiekben ellenünk. Én is azzal próbálom nyilván megvédeni magam, hogy csak olyan, úgymond, nem azt mondom, hogy érdektelen dolgokat, de olyan dolgokat posztolok, ami nem annyira magánéletbe vágó. Tehát nem szeretnék megmutatni, arról nyilván nem rakok fel képet. Ami meg kimegy, az meg természetesen azt vállalom, hogy én raktam oda. Egyébként érdekes, mert nekem volt több sajtóperem már így saját magamnak újságokkal, amikor mondjuk úgynevezett olvasóriporterek küldtek be fotókat rólam különböző újságoknak, és mondjuk címlapon láttam viszont az autómat, ami abszolút egy magántitoknak számít, hiszen én soha nem posztoltam az autómat magamtól egy közösségi médián keresztül, és ez már például egy magántitok megsértésének számít, és ezzel ellen például lehet pertinítani, és sokszor védekeznek azzal egyébként az ellenfél képviselő ügyvédjei, hogy de hát neki mennyi követője van Instagramon, vagy adott különböző social felületeken, és mennyi mindent megoszt a magánéletéről, és akkor ezzel is számolnia kell. Nem, ez nem igaz, vannak bizonyos határok, amit megosztunk, azzal nyilván számolunk, viszont minden olyan dolog, amit más küld be rólunk, én például rólam készültek edzőteremben is lesi fotók, és elmondtam a bíróságon, hogy nagyon kellemetlenül érzem magam, hiszen legközelebb, hogyha levetközöm egy edzőteremnek mondjuk adott esetben az öltözőjében, és valaki majd lefotóz félmeztelenül, és beküldi, mint olvasóriporter, akkor az is megjelenhet, ok nélkül nem, ezek mind magán dolgok, és ez már magántitok megsértése. És mi lett a per vége? Megnyertük természetesen az újság ellen, hiszen a bíróság is egyértelműen kimondta, és a joggyakorlat is, hogy minden olyan más információ, amit nem én osztok meg magamról, és magamnak tartom meg, az nem tartozik a nyilvánosságra, tök mindegy, hogy valaki közszereplő vagy nem közszereplő. És ez milyen következményekkel járt az újságírónak? Tehát akár anyagi kártérítés, akár nem tudom, eltiltották bármit? Hát ez mindig van ugye, hogy a további jogsértéstől való eltiltás úgymond, de hát ezt ugye elég nehéz elkerülni. Viszont nyilván ennek anyagi vonzata van adott esetben, illetve hát szerintem azért éri meg, hogy egy kicsit azért érezzék a határokat, hogy azért vannak jogaink nekünk is ismert embereknek, és nem érdemes túllépni ezeken. Téged megvisel ez ilyenkor, amikor egy ilyen dolog kerül, amit nem te irányítasz, és nem akartál volna megmutatni? Igen, volt egy nagyon jó idézet, sokat emlegetjük a bíróságot, egyébként a Pataki bíró úrnak volt, sokat volt ilyen személyiségi jogi perekben, és ő mondta azt mindig az ilyen újságokra, hogy a pletykaihes kíváncsiság kielégítésére történnek ezek a dolgok, és arra, hogy eladják az újságot. Persze. És nyilvánvalóan nagyon könnyű szítani a tüzet bizonyos ismert emberek ellen, hogyha mondjuk megmutatjuk azt, hogy kicsit jobban adott esetben, vagy bármi, hiszen sajnos nem egy olyan országban élünk, ahol mindenki a legjobbat hozhatná ki az életéből, és szerintem ez nem egy szép dolog, és nem szabad ez alapján ítélkezni emberek felett, és esetleg olyan irányba terelni az imidzsüket, ami az adott embernek nem esik jól, vagy egyáltalán nem is olyan, attól függetlenül. Egyetértek, így van. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.